Sok szeretettel köszöntöm az RTV nézőit. Mai adásunkban nagyon rövid híreinket követően ötszemközt rovatunkban Bíró Orsolya kolléganőnk beszélget Mados Attilával, Bihar-Diószeg polgármesterével. Tartsanak velünk! Nemrég kezdődött a Petőfi Sándor elméleti líceum előkészítő osztályaiba való beiratkozás. A pontos határidőket és részleteket Cservid Levente, az intézmény igazgatója ismerteti. Az előkészítő osztályba a beiratkozás 3242-es határozat alapján működik. A változás az előzetesekkel szemben néhány napot csúsztak a határidők, mint ahogy az meg volt jelenve előzetesen. Tehát ennek értelmében március 1-től egész 23-áig történik az előzetes felmérése a gyerekeknek, és március 8-a és március 26-a között zajlik a beiratkozás. Tudni kell azt, hogy az előzetes felmérés azon gyerekek számára szükséges, akik augusztus 31 és január 1-e között töltik be a 6. életévüket, azok számára, akik 2018. augusztus 31-ig betöltik a 6. életévüket, azok számára kötelező a beiratkozás mindenféleképp, és nem szükséges előzetes felmérés. Az előzetes felmérés hivatalosan egy pszichoszomatikus felmérés, amit az iskola pszichológusa végez, és gyakorlatilag játékos formában megnézik, hogy a gyerek iskola érette, tehát nem kell külön rá készülni, nem kell ettől megijedni, nem kell stresszelni a gyereket, gyakorlatilag egy kis beszélgetés, egy játszás, a pszichológus nénivel, amelyikben megnézik azt, hogy mennyire iskola érett a gyerek. Természetesen a szülők választhatnak az iskola által biztosított osztályok keretein belül, tehát van román szakon, van egy normál osztályunk, magyar szakon van egy step-by-step rendszerű osztály, illetve van három másik osztályunk. Hagyományos. A beiratkozás részleteiről lehet érdeklődni a titkárságon, amúgy 8-a és 26-a között reggel 8 és délután 6 óra között fog zajlani a beiratkozás, illetve az óvodákban az óvónéniknél a szükséges papírokról további információkat lehet kapni. Az Érhangja Egyesület és a Székelyhídi Ifjúsági Társulat március 8-án virággal köszöntötte a szerencsésebb hölgyeket. Az ötlet megvalósítását idén is a helyi rendőrség segítette. Egy-egy szávirággal köszöntötték a Székelyhídon dolgozó és közlekedő hölgyeket a Nők Nemzetközi Napján az Érhangja Egyesület és a Székelyhídi Ifjúsági Társulat önkéntesei. Az akciót tavaly indította az Egyesület. Már akkor az volt az alapötlet, hogy az autózó hölgyeket rendőri segédlettel megállítják az önkéntes virágosztók a város egy forgalmas pontján, majd jó kívánságokkal és egy szálvirággal útjukra engedik őket. A helyi rendőrség segítségére idén is számíthatott az Egyesület, sőt, a kedves mozgalomhoz csatlakozott a helyi fiatalok társulata is. Így a reggeli órákban egy-egy virágot kaphattak azok a szerencsés lányok, asszonyok, anyák és mamák, akiket az úton, a boltban vagy az utcán találtak a virágos fiatalok. Ehhez természetesen az is kellett, hogy a tavainál több virágra tegyenek szert a szervezők, amiben idén is a városi önkormányzat, a Pálfun virágbolt és a Balog játék és papírüzlet volt a támogató. Igen, nagyon meglepődtem, tavaly is ugyanebben részesültem, és nagyon szépen köszönjük, hogy figyelemmel vannak a női kollégákra, ugye, meg a lakosságra, itt Székelyhídon, és legalább ilyenben legyen részünk minden büntetésekre, vigyázunk egymásra. Köszönöm szépen, nagyon jól esik, a tavaly nem kaptam virágot, mert nem jártam erre, de nagyon szép gesztus mindenki részéről. Örülök neki, hogy gondoltak a nőkre. Internetes weboldal és telefonos alkalmazás segíti a busszal közlekedőket ez év januárja óta Bihar megyében. A BuszBihor elnevezésű applikáció célja az eligazodás megkönnyítése mellett az illegális személyszállítás visszaszorítása. Januárban léptette működésbe Bihar megye tanácsa azt a mobiltelefonos alkalmazást,
amelyen részletesen kereshető és követhető a megye minden engedéllyel rendelkező tömegszállítási járműve. Az Android és iOS operációs rendszerrel rendelkező mobiltelefonokra is kifejlesztett alkalmazás a Busz Bihor nevet kapta. Ezután jött a következő lépés, ami arról szólt, hogy próbáljunk egy olyan rendszert kiépíteni, amely tulajdonképpen kiszolgálja az utazó közönséget. Mobiltelefonon, számítógépen, táblagépen vagy mobiltelefonon pillanatok alatt, körülbelül egy-két perc alatt lehet installálni azt az applikációt, amiben az utas akár még pillanatban a őt érdeklő tömegközlekedési buszt, azt a buszt, amelyek ebben a rendszerben benne van és licenszer rendelkező szállítást végez, látja például, hogy 6 kilométerre van a megállótól, ez 5 percet jelent, és mikor fog megjönni, és mikor fog érkezni. A Bihar megyei tömegközlekedés átláthatósága és a fekete fuvarozás visszaszorítása érdekében a megyei közgyűlés minden tömegközlekedési járműre nyomkövető hely meghatározó eszközöket, GPS-eket szereltetett. A telefonos alkalmazást ma már több ezren használják Bihar megyében és azon kívül is. Az elérhető menetrendek között a megyén csupán áthaladó tömegközlekedési járatok ugyan még nem láthatók, a szomszédos megyék személyszállító cégei közül többen már jelezték, hogy csatlakozni szeretnének az internetes felülethez. Az alkalmazáson keresztül az utasok a tömegközlekedés minőségével kapcsolatos észrevételeket is elküldhetik. Ugyanezt a rendszert a közúti rendőrség is figyelemmel követi. Kiképeztünk ott ebben az applikációban olyan típusú lehetőségeket, ami a rendszert állítja be. Ez arról szól, hogy például a buszon akármilyen rendellenességet tud az ember észlelni, látni, abban a pillanatban beüzenhet, ugyanezen az applikáción keresztül, ide a technikai osztályra, és a koordináták és a buszadatok, a kódok megvannak. Tehát azok pontszerű, mindig követhető események. Most ez azt jelenti, hogy ha rendellenességeket tapasztal, ha késik a járat, ha akármilyen probléma van, persze pontosan, amikor kapjuk az információkat. A Bihar megyei tömegközlekedés fejlesztésére tett kezdeményezés folytatásaként a megyei tanács a tömegközlekedési csomópontokat modern buszmegállóval fogja ellátni, később pedig az elektronikus úton történő jegyvásárlás bevezetését tervezik. Hivatásos, C és E kategóriájú teherautóvezetői jogosítvánnyal rendelkező kamionsofőrt keres a Bihar püspöki székhelyű Adeco Art szerele vállalkozás. A cég Románia, Európai Unió Románia útvonalakra keres megbízható sofőröket. Jelentkezni a 0724 27 45 00-as telefonszámon lehet. Köszöntöm az ÉrTV nézőit, ezúttal Ötszemköz magazinunkban Bihar Diószegre látogattunk, ahol Mados Attila polgármesterrel arról beszélgetünk, mit sikerült 2012 óta megvalósítani, és hogy milyen tervek várnak még megvalósításra a községben. Valahányszor Diószegre jövünk, mindig valami újdonságot látni. Valami mindig vagy épül, vagy szépül, vagy újítják. Diószeg községben hogyan áll a közművesítés? Milyen projekteket sikerült megvalósítani az önkormányzatnak az önvezetésével? Gyakorlatilag Diószeg, illetve Diószeg lakossága jogosan volt felháborodva, hiszen ha az úthálózatról beszélünk, 47 km úthálózatból, 3,5 kilométer, 4 kilométer volt az, ami le volt aszfaltozva egészen a 2012-es évig. Ugyanakkor egy több mint 50 éves aszbótcement vízhálózatból kapja a lakosság a vizet. Tehát ilyen értelemben 2012-től errefele ránk szakadt a lakosságnak minden panasza. És sokszor dühe is, amit még egyszer mondok, jogos, hiszen tényleg nem láttak évtizedeken keresztül javulást az életükben. Úgyhogy 2013-ban elindítottuk a vízhálózat tervének, illetve munkának az elindítását,
2014-re elkészültek a tervek, és 2015-re pedig sikerült egy szerződést aláírnunk, egy kivitelezési szerződést, azóta folyamatosan dolgoznak, kisebb-nagyobb gőzerővel úgymond a cég. De jelen pillanatban ott vagyunk, hogy a új 200 köbméteres víztartály az most már működőképes, a hálózatnak több mint 60%-a le van nyomáspróbázva, és gyakorlatilag múlt héten már elkezdtük az új bekötéseket. Tehát a nyárra én úgy gondolom, hogy már egy jó része a településnek, illetve a forró pontok, ahol tényleg nincs víz nyáron, illetve amikor megnő a vízfogyasztás, akkor gyakorlatilag már az új hálózatból fogják használni a vizet. Beszéltünk az úthálózatról. Az első mandátumban sikerült 2 kilométert leaszfaltozni Kisjankán, de ugyanakkor már elkészültek a tervek egy 15 kilométeres vidékfejlesztési pályázathoz, amit 2017-ben megnyertünk, és jelen pillanatban ott állunk, hogy kivitelezés előtt áll, tehát kész vannak a tervek, és a kivitelezési szerződés, tehát a licit előtt vagyunk, csak ezt a vidékfejlesztési ügynökségnek láttam osztatnia kell. A 15 kilométer mellett van egy 6 kilométeres aszfaltozási tervünk, amit pedig kormányforrásból, hát ezt most magyarul én hirtelen nem tudom lefordítani, ez az úgynevezett penedele, tehát ez az országos fejlesztési terv, és gyakorlatilag a Csillagváros és a Csűr 6 kilométer aszfalt az kormányforrásból lesz támogatva, finanszírozva. El is kezdődtek a munkálatok, meg is történt már az első elszámolás, tehát látjuk, hogy van pénz ebben a projektben, úgyhogy várjuk, hogy jön a jó idő, és akkor a kivitelező folytatni fogja. Arra a pályázatra van még másfél évünk, tehát nekik 2019 júniusáig ezt a 6 kilométert ezt le kell aszfaltozni. És van még egy olyan része a településnek, amit eddig nem tárgyaltunk. A Románfalu, illetve az úgynevezett sziget aszfaltozása az szintén 6 kilométer, ott van egy hatástanulmányunk elkészítve egy éve, és most pedig megrendeltük a kivitelezési tervet, hiszen a 6 kilométer az sínen van, a 15 kilométer sínen van, úgyhogy most már arra kell koncentráljunk, hogy a Románfalut, illetve a szigetet, a sziget aszfaltozására találjunk valamiféle forrást. Ezek azok a témák, amik a felnőtt lakosságot foglalkoztatják. És a kiskorúak, a gyermekek milyen infrastruktúrának örülhetnek? Mi a helyzet az iskolákkal, óvodákkal? Nagyon fontos volt ez számunkra már 2012-ben, hiszen majd, hogyha kimegyünk terepre, megnézzük, hogy milyen körülmények között tanultak a gyerekek, az a 960 gyerek, aki Diószegen iskolába jár. Gyakorlatilag egy olyan épületünk van, amire azt lehet, vagy volt, amire azt lehetett mondani, hogy na, ez azért úgy korrekt, nem tisztességes, de korrekt. 2012-16-ban sikerült felépítenünk egy after school típusú iskolát, ahol 4 tanterem, tehát gyakorlatilag 100 gyereknek megoldottuk a korszerű oktatási feltételeit, ezt 2016-ban adtuk át. Egy udvaron belül ebben az évben sikerült átadnunk egy új 4 tantermes óvodát, tehát újabb 100 gyerek, és van egy After School 2 nevezetű tervünk, ott egy 8 tanteremes épület fog felépülni a szigeten. Gyakorlatilag ezzel én azt mondom, hogy 90%-a meg lesz oldva a diószegi gyerekeknek, hogy korszerű körülmények, modern körülmények között tanuljanak, annak a 10%-nak is oldjuk meg a problémáját. Aki az első Királyi Vincellér képző iskola épületében tanul, arra készítünk most egy felújítási tervet, gyakorlatilag ott a POR által kiírt pályázatra szeretnénk letenni egészen májusig, és azt az épületet tradicionális módon szeretnénk felújítani, tehát hogy meg akarjuk őrizni azt a jellegét, ami az 1800-as években volt, és ami gyakorlatilag
a diószegi, erdélyi és akár magyarországi borászatnak egy központja volt, azt az épületet abban a stílusban felújítani, de illetve kibővíteni. Ez kívülről, belülről pedig abszolút 21. századnak megfelelő technológiával, és hogy a gyerekek ott igenis ugyanazt kapják, amit megkapnak az óvodába, az after schoolba, vagy a második after schoolba, és ezzel gyakorlatilag lezárul a kisutcai iskola komplexumnak a felújítása, és akkor azt tudjuk mondani, hogy igen, hozzátettünk valamit az iskola jobb boldogulásához. Mi a helyzet azokkal a fiatalokkal, akiket a településen maradásra kell bírni, munkahelyet kell biztosítani, hogy épüljön, szépüljön, virágozzon ez a település? Van egy futópályázatunk, aminek egy célcsoportja, úgy mondjam részben, a hátrányos helyzetűek csoportja. Itt beleértődnek a romák, de sajnos hátrányos helyzetben nem csak romák vannak a településen, hanem ugyanúgy románok, ugyanúgy magyarok. Ezen a pályázaton belül sikerül például 25 kezdő vállalkozásnak, aki úgynevezett célcsoport, tehát aki szerényebb anyagi helyzetben élik életüket, hogy 25 induló vállalkozás számára 25 ezer euró kezdő támogatást adjunk. Ugyanakkor lent a szigeten nagyon sok házban nincs fürdőszoba, illetve nagyon sok mindenkinek nincs lehetősége arra, hogy a ruháit egy mosógépben kimossa, és szintén ezen a pályázaton belül egy ilyen 4 konténeres komplexumban külön női, külön férfi mosdók fognak készülni, ugyanakkor 4 ipari mosógéppel lehetőség lesz arra, hogy az ott lakók a ruháikat kimossák, illetve megszárítsák. És aztán ennek vannak még különböző más vonulatai is ennek a pályázatnak, hiszen sok esetben hiányzik az alap információ, hogy a 21. században hogy kell élni életünket, és ennek a pályázatnak az egyik része egy olyan oktatás, ami egy ilyen általános kompetencia, kicsit furcsa a megfogalmazás, de gyakorlatilag elmagyarázzák az embernek, hogy igen, mit tudom én, reggel fel kell kelni, fogat kell mosni, reggelizni kell. Tehát, hogy ezt azt látjuk, hogy ebben a közösségben ez az alap hiányzik, és igyekszünk átadni ezt az alapot ezen a pályázaton keresztül. Ugyanakkor a idősek, tehát a 65 feletti egyedülálló idősek csoportja is egy hátrányos helyzetű csoport, mert sok esetben sajnos a család már nincs mellettük, és éppen ezért azt a pékség épületet, amit sajnos egyesek a szövetkezet által tönkretettek, és ott egy ilyen multifunkcionális központ lesz, ami a házi idős gondozásnak lesz az alapja, tehát ott lesznek az irodák, ott lesz egy ilyen 70 négyzetméteres terem, ahova akár az időseket is elvárjuk egy-egy tevékenységre, de ez lesz azoknak a szociális munkásoknak a bázisa, ahonnan ők gyakorlatilag elmennek, és az időseknek akár beadják a gyógyszert, vagy segítenek a tűzrakásban télen, vagy amire az időseknek szüksége van. A már említett pékség felújításon kívül milyen közös teret kívánnak még nekik létrehozni, ahhoz, hogy ez a gondozás teljes legyen? Láttuk, hogy lesz egy házi idős gondozás. Ugyanakkor abból a pályázatból fel fogunk készíteni 10 szociális munkást. Gyakorlatilag meg fogják kapni azt a képzést, hogy időseket tudjanak gondozni, akár házi gondozásban, akár központi gondozásban. És a múlt év folyamán letettünk egy pályázatot a önkormányzat tulajdonában lévő régi szülészet épületére,
ahova egy idősek nappali központját álmodtunk, ugyanakkor az idősek számára egy szociális konyhát. Január 18-án kijöttek a pályáztató képviselői, minden nagyon rendbe találtak, elmondták, hogy tökéletes a pályázatunk, egy hiánypótlásuk nem volt a pályázatban. Egy bibi volt, hogy ebben az épületben lakik, Krisán Éva doktornő, Videstova 37 éve. És január 18-án elmondták nekünk, hogyha február 18-áig a doktornő ki van költözve, akkor aláírjuk a felújításra az 500 ezer eurós pályázatot. Ha február 18-án eljönnek, és a doktornő még itt van, akkor elvesztettük ezt a forrást. Én, mint polgármester és az RMDS tanácsosai, én azt kértem, hogy jóhiszeműen és tisztességesen járjunk el, és felajánlottuk a doktornőnek azt, hogy mi segítünk egyrészt a költöztetésben, ugyanakkor hozzájárulunk havi bérleti költségéhez valamilyen támogatással. Ez nem volt egy egyöntetű, és nem ilyen egyszerűen ment ez a döntés. De én úgy gondolom, hogy személy szerint nekem, mint polgármesternek mindig a szeretetet, mindig a jóhiszeműséget, mindig egymás empátiáját, és mindig azon kell törekedjünk, hogy másokat segítsünk, nem azért, hogy másokkal kitoljunk. Annak érdekében, hogy a község még egy lépést tegyen a modernebb életmód vagy életvitel irányába, illetve annak érdekében, hogy a közösség életminősége javuljon. A nagyon sok településen a hulladékgazdálkodás szintén egy sarkalatos pontja a közösség élet megszervezésének, mert ugye nem csak a lakosokat, nem csak a várostvezetést érinti, hanem akár harmadik feleket, szállítókat, gazdálkodó cégeket is. Diószegen, ha jól tudom, erre is került már megoldás. Egyrészt az Európai Unió elvárja tőlünk, hogy évente 25%-kal csökkentsük a hosszas tárolásra bevitt hulladék mennyiséget. Ez egy uniós előírás, és ugyanakkor azt mondják, hogy növelni kell a szelektív hulladéknak a mennyiségét. Ugyanakkor ez egy közbeszerzés szempontjából ez egy nagyon furcsa dolog, hiszen rendben van, hogy privát cégekre van bízva a hulladék szállítás, és gyakorlatilag tároló Bihar megyében csak Nagyváradon Püspökiben van. Tehát nagyon sok lehetőségünk nincs. De amikor aláírsz egy szerződést, azt tapasztaltuk, hogy aláírsz egy relatíve jó áron, és fél év után jön az első árnövekedés. És azt még úgy, ahogy lenyeled. De a következő fél évben jön megint egy árnövekedés, azt is himmel hámmal megmagyarázzák, és a törvény mellettük van, mert hiszen hozzák mennyi az üzemanyagköltség, meg egyebek, van egy szabályzó hatóság, aki azt mondja nekik, hogy igen, ennek a cégnek az ára tényleg ebben a 6 hónapban megint csak növekedett, fogadjátok el a nagyobb árat. Na és a harmadik árnövekedésnél ezt meguntuk másfél év alatt, és múlt év 2017. július 1-től gyakorlatilag rábíztuk egy olyan cégre a hulladékszállítás Diószegen, ami gyakorlatilag egy állami cég, hiszen a tulajdonosi körében csak is önkormányzatok vannak, és mi is beszálltunk, mint tulajdonos ebbe a cégben. És ugyanakkor elmondták és kiszámolták nekünk ennek a cégnek a technikai meg gazdasági képviselői, hogy gyakorlatilag ahhoz, hogy alacsonyan tudjuk tartani az árakat, arra csak egy megoldás van, hogyha bevezetjük a szelektív hulladékot, és ugyanakkor nem küldünk el egy csomó olyan felesleges hulladékot, mint az udvarról összesepert por, homok, kavics, vagy a diófáról lehult leveleket nem keverjük össze a háztartási hulladékkal, nem tesszük bele a gajakat, vagy a zöldsövényt, amit levágunk, hanem tényleg csak azt küldjük el, amit nem tudunk máshogy szelektíven elküldeni, vagy amit mondjuk nem tudunk komposztálni, és amit tényleg hosszas tárolásra kell beküldjük, úgymond Püspökibe.
És éppen ezért áttértünk a úgynevezett zsákos hulladékgyűjtésre, tehát gyakorlatilag abban a alacsony árban, amit megszabott a cég, 4 személytől felfele maximálva van az ár, gyakorlatilag egy 26 lejes család díj van. 10 tagú család nem fog fizetni 100 lejt, hanem ők is a maximum 25 vagy 26 lejt fogják fizetni. Vért izzadtunk ezekkel a zsákokkal, hiszen egyrészt a lakosság jogosan volt felháborodva, mert hogy a kukázás az valamilyen szinten jelen van Diószegen is, és amikor szétvágják ezeket a zsákokat, és amikor a kutyák szétcibálták az első hónapokban, na hát azért kemény kritikákat kaptunk. De ugyanakkor ennek a kiállásnak, kitartásnak megjött az eredménye, hiszen sikerült szinte 30%-kal csökkentenünk a püspökibe beküldött tartós hulladékok mennyiségét, és ugyanakkor megtízszereztük a szelektív hulladéknak a mennyiségét, ami bármennyire nem akarjuk, de a környezettel szemben mindenkinek van egy felelőssége. Mindenkinek. Mind a 7000 diószegi lakosnak van. Hát örülök, hogy akkor ezt a témakört itt le tudtuk zárni. A nézőknek pedig köszönöm a figyelmet. Következő alkalommal innen folytatjuk. Minden kollégám nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Új adással legközelebb jövő hét pénteken jelentkezünk. Addig is tartsanak velünk Facebookon, ahol Érhangja Média csoport név alatt vagyunk megtalálhatók, vagy hallgassák a rádióért minden hétköznap reggel 9-től 10 óráig, és esténként 6 órától 8-ig. Viszontlátásra!